A Sonynál nem sokat ültek a babérjaikon. Ezt Michel bizonyítja jobban, mint az 1982-ben megjelent, új, professzionális felhasználásra szánt formátumuk, a Betacam. Ez a Betamax továbbfejlesztése, de már komponens jeleket használ. Ami azt jelenti, hogy külön van választva a világosságjel, Y, és van két további jel a színkezeléshez, RY és BY. Ez a szétválasztása a jeleknek járul hozzá a broadcast minőség eléréséhez. A Betacam jelzésű kazettek ugyanezt a szalagot használják, mint a Betamax. Így oda-vissza működnek, de a jel teljesen más. Ennek ellenére a Betamax kazettákat nem ajánlott a Betacam gépekben használni, mert a szalagvezetés nem túl jó a nagyobb szalagsebességhez, így az nagyon zajos lesz. Vagyis a kazetták egyeznek ugyan, de a formátum különböző. A Betamax úgynevezett kompozit jelet rögzít, vagyis minden információ egybe van gyúrva, így viszont kevesebb információt tartalmaz, és kevesebb részletet. Két fejjel rögzít, míg a Betacam 4 videófejjel rögzíti a komponens jeleket, és 5-ször nagyobb szalagsebességgel. Ezért a Betamax L750-es szalagja csak 30 percre elég a Betacam rendszerben. Később az első Betacam magnók is kaptak SP kompatibilitást utólag. ...1986-ban a Betacam SP-vel bővült a család. SP, vagyis Superior Performance. Ez a formátum hosszú időre meghatározta a stúdió technikát. A Betacamhez képest is javult a kép minősége, új funkciók jelentek meg és praktikusabb használat. Szintén fontos, hogy bevezették a nagy kazettát is, ami 90 perc MTSC felvételt teszi lehetővé, PAL rendszerben pedig 108 percet. A Betacam SP már metál szalagot használ, ezért ezt már nem szabad használni a Betamax magnókban, mert erősen koptatja a fejeket. Külön lejátszó és felvevő egységek is készültek a piacra az ár csökkentésére. Míg a kamerák csak a kisméretű kazettákat képesek elfogadni, a stúdió magnók mechanikája kezeli mind a két méretet adapter nélkül. Ugyan minden Betacam készülék eléggé nehéz, de ötletesen panelekből áll, így javítás esetén egy-egy panel könnyen cserélhető. A broadcast sorozat a BVV széria a legnagyobb. Két lineáris hangsáv és két hifi hangsávot rögzít, tehát négyet. Két timecode sáv is van, egy lineáris, ez az LTC, egy pedig a kép mellé vertikálisan kerül rögzítésre, ez a VITC. Volt hozzá kiegészítő, ami lehetővé tette a PCM digitális hangrögzítését. A Betacam SP volt minden idők legelterjedtebb stúdióformátuma. ...1991-ben egy olcsóbb, professzionál sorozat került bevezetésre. A PVV vonal egyszerűsítve volt, és néhány funkció kikerült a gépekből. 1993-ban pedig egy ultra low cost sorozat, az UVV, már lényegesen olcsóbb volt ugyan, de még kevesebb funkció, és a rosszabb anyagminőség is járt vele. Ezek a típusok csak két csatornás hangot rögzítettek, egy opcionális adapterrel lehetett 4 csatornássá bővíteni. A digitál Betacam 1993-ban került forgalomba. Ez volt a második digitális szalagos formátum a D1 után, és jóval olcsóbb is volt annál. Viszont 2-1 tömörítést használ, digitális komponens videójelet rögzít, 10 bites JUV 4-2-2 mintavételezéssel és teljes PAL vagy NTSC felbontásban 90 megabit per szekundum sebességgel. Ehhez jön hozzá a 4 hangcsatorna, 48 kHz, 20 bit PCM és plusz egy segédhang. Megmaradta le az LTC és a VITC, tehát a lineáris és a videósáv mellé felvett timecode-ok. Ekkor vezették be az SDI, Serial Digital Interface digitális összeköttetést is, ami egy coax kábelen viszi át a teljes digitális csomagot, a képet, hangot, timecode-ot egyszerre. A kis kazettákra 40, a nagy kazettákra 124 perc a maximum felvételi idő.
Néhány modell képes a Betacam SP visszajátszására, de felvételt nem készít rá. A Betacam SX 1996-ban a Betacam SP és a Digit Beta közé tehető olcsóbb digitális verzió. MPEG-2 rögzítés, 4-2-2-es mintavételezéssel, 4 csatornás hang, 48 kHz, 16 bites PCM. Minden SX modell kompatibilis az SP kazettákkal, felvételt is lehet rájuk készíteni, de csak SX módban, tehát a digitális felvételt. 10:1 tömörítést használ. Az első HD felvételre alkalmas Studio Magno az 1997-ben bevezetett HD Cam formátum. 8 bites, tömörített, 3:1:1 arányú, de 1080i felvételre alkalmas, viszont az alapkép méret továbbra is 4:3, így 1440x1080-as a felvett kép felbontása, és 16:9 esetén ezt húzza szét 1920x1080-ra. Ezt a módszert hívják anamorf rögzítésnek. Ezt használja a DVD is, és annak a mester kazettái, például Digit Betán. A HD Cam már tudott 24p és 23,976-os képkocka sebességben is rögzíteni, 144 megabit per szekundumos adatsebességgel, 4 hangcsatornával, 48 kHz 20 bites hangot. A mozifilm produkciós vonal, a Cinealta ezt a formátumot használta. A 2001-es MPEG IMX egy Digit Beta továbbfejlesztés. Megmaradt SD formátumnak. H.262 MPEG-2 PART-2 kodeket használ, magasabb bitrátával, 40 vagy 50 megabit per szekundumban. Intraframe tömörítést használ, hasonlót, mint az Apple ProRes. Az MPEG IMX a kis kazettákra képkocka sebességtől függően 60, a nagy kazettára maximum 220 percet tudott rögzíteni. 2003-ban bevezetett HD Cam SR Superior Resolution volt az utolsó szalagos digitális rögzítési formátum. 10 bites, 4:2:2 vagy 4:4:4-es mintavételezéssel 440 megabit per szekundumos adatsebességet ért el, és a teljes 1920x1080-as képet rögzíti. 12 hangcsatornával, 48 kHz, 24 biten. Néhány típus képes a kétszerező módra, ami a 3D-hez volt jó megoldás. A HQ mód 880 megabit per szekundumos adatsebességet tesz lehetővé. A harmadik üzemmód az SR Lite, ami nagyobb tömörítést használ, csak 220 megabit per szekundum az adatsebesség. A kis kazettára 40, a nagy kazettára 24 frame per szekundumban maximum 155 perc rögzíthető. A Sony nagy előnye a többi gyártóval szemben az volt, hogy rendszerben tudott gondolkodni. Teljes, minden fázist átfedő termékcsaládot tudott ajánlani a stúdióknak. Mind árban, a relatíve olcsótól a top kategóriáig, mind pedig minőségben és átgondoltan. A hordozható készülékektől, a camcorderekig, hangkeverők, videomixerek, effektgépek, vezérlők mindenre volt megoldásuk, amik feltétel nélkül működtek egymással rendszerbe kötve. A Sony a kazettákhoz színkódolást használt, amiből azonnal látható, hogy melyik formátumról van szó. A sötét szürke az SP, a világos szürke a UVV szériás SP, a kék színű a Digit Betáé, a sárga színű a Beta SX-é, a zöldes kék az MPEG IMX-é, a fekete a HD Cam-nak a kazettája, világos színű szürke tokban, sötét szürke kazetta, cian szalagfedéllel az SR kazettája. A Betacam készülékek, főleg az SP esetében előfordulnak más néven is, van BTS, Ampex, Thomson, de belül mindegyik ugyanaz a Sony, csak a nevük más. Ahogy fejlődtek a készülékek, úgy kaptak egyre több és érdekesebb funkciókat is. Először a két csatorna négyre bővült, majd ezt a négyet is külön-külön lehetett inzertálni, nem csak a képet és a timecode-ot, végül a hangcsatornák száma 12-re nőtt. Kaptak a készülékek beépített edit vezérlőt, ami képes a rekorder és a bejátszó közötti kockapontos vágás vezérlésére. A pre-read funkció a Digit Betától használatos. Törlés előtt még lejátsza a felvételt, így egy bejátszó készüléknek felel meg a rekorder is. Igaz, hogy ez csak egyszer lehetséges, mivel azonnal törlésre kerül az anyag.
A konfi fej a felvétel után azonnal le is játssza az anyagot a szalagról, vagyis felvétel közben a felvett kép látható. Ezek persze csak példák voltak. Az idők folyamán egyre okosabbak is lettek a készülékek, nem csak a felvétel minősége javult. Ezen az ábrán látható a beta rendszerek fejlődése. Zölddel a Betamax, pirossal a Betacam család. A 2011-es fukushimai katasztrófa és cunami miatt a Sonynak gondjai akadtak a kazetták leszállításával. Ekkor kezdték el a stúdiók használni általánosságban a fájlküldést az interneten keresztül. Ez aztán egyre inkább kiszorította a kazettákat a professzionális piacról, míg végül teljesen az át is vette a helyét. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!